Újra itt vagyunk, és már itt van velünk Szabó Juccus, gasztroblogger, aki megmutatja nekünk, hogy hogyan dobjuk fel könnyedén az unalmasnak tűnő reggelinket. Igen. Tessék feldobni, ami nem unalmas reggelinket. Unalmasnak tűnő. Igen, így van. Fogunk csinálni össze egy zapkását, jó? Csináljuk együtt, jó? Jó. Belerakom, vagy segítem. Ahhoz megért, várjál, te mennyit rakjak bele, mert ezt így tudom mondani. 6 kanállal, igen. Tudok számolni, mert számisztikára volt szó. 1, ez a ego, ez a 2, ez a 3, pupos legyen? Igen. 4, 5, és 6. Kis szemű zapfejhet használtam, mert gyorsabban megfő, tehát azt javaslom mindenkinek, aki szereti a kásákat, hogy inkább azt használja. Igen. Mehet rá a tej. Az egészet úgy, ahogy van? Igen, és annyira büszke vagyok rá. Ugye? Tehát nem egy mellé, látod? Nézzük, ez az a külön tehetség. Egy kicsit keverd össze, aztán majd bekapcsoljuk alatt a tűzhelyt, de addig mutatok, amíg ez megfő, mutatok egy másik dolgot. Igen. Ugyanígy, visszamegyek, igen. Igen, itt vagyok. Tehát a zapkásához is használtunk zabot, de most a zapfejhelyet megmutatom, hogy jöttünk szépen rétegezni, hogy egy újfajta ételt kapunk reggelire. Egy kis zabot belerakunk. Igen. Kérek szépen két kanál joghurtot rá. Két kanál joghurt. Pupos? Igen, egy kicsit úgy szépen eloszlatni rajta. Hát... Ez nem olyan oszlós. Nem olyan oszlós? De én ez lehet, hogy egy fél kanál többet teszek bele. Jó. Mert a kanál a hibás. A kanál a hibás? Biztos lehet. Igen. Jön a következő hozzávaló, málna, így szépen sorba így berétegezzük. Igen. A lényeg az, hogyha szépre csináljuk a reggelit, aminek nem kell túl sok idő, akkor az embernek jobban lesz kedve megenni. Hát fontos, hogy esztétikailag, hogyha megfelelő. Egy kicsi mandulát is szórjál, légy szíves a tetejére. Kézzel vagy? Nézd, itt a kanalat, de kézzel. Nem bízol a kezembe látva. Nem, otthon nyugodtan kézzel, de most mégis tévében vagyunk. Igen. Engem annyira megnyugtat, hogy csinálsz valamit a konyhában, Josi. Hát figyelj, ez legközelebb 2067-ben lesz. Jó, köszönöm. Igen. Akkor megint jön rá egy kanál zapfej, és akkor így sorba reggel egy kicsit. Ezt meg elkészíthetjük egyébként nyugodtan már előző este, berakjuk a hűtőbe, és... De állik el. Hogy... És akkor egy kicsit áll, és akkor reggel csak kikapjuk, és ilyen finomságot lehet. Tehát joghurt, zapfehely, és olyan gyümölcs, amilyet szeretett. Hát én 5 hozzávalót szoktam használni, joghurtot, zapfehelyet, kétféle gyümölcsöt, és mindig egyfajta finomságot, mondjuk valami mandula, vagy akár hoztam egy kis kesődió, vagy egy kis étcsokoládé, hogy azért figyeljünk a vonalainkra, azért ne. De nekem mazsola is belefér ebben, ugye? Teljesen, persze. Nézem. De magad szőlőt is lehet berakni. Szőlőt is, mindig az aktuális gyümölcsöt, ami éppen... Szerintem csak a dinnye van kitintva ebből, mert akkor még kell. Egy kicsit. Jó, akkor most megint jöhet rá egy kis... Dzsogas? Igen, joghurt. Csinálom én. Most ezt a harmadik réteget... Igen. Jó, úgyhogy itt... Hát azért látszik, hogy konyhában dolgozik azért. Igen, ez egy kicsit több. Nem baj, nyugodtan még mehet rá, és akkor utána így folytathatjuk tovább a rétegezést. Igen. Látod, milyen szépen eloszlat? Nagyon, hát jó. És egyébként jó édes a gyümölcs, akkor az jó, hogy semmilyen édesítőre nem lesz szükség. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt abszolút cukormentesen el lehet készíteni. Ráadásul laktató lesz, mert hogy az apehely az laktatja az embert, és akkor ettünk egy kis gyümölcsöt, és hogy... Hát még egészséges. Igen, nem? Így. Még esetleg most még mézet is, hogyha úgy érzi. Hát, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki ez nem elég édes, vagy nem elég, akkor bármilyen édesítőt, amit ő gondol, lehet ez méz, bármilyen szirup, de nyugodtan, hogyha úgy van, akkor egy kis, akkor még az is lehet, hogy egy kis vaníliás cukorral összekeveri a gyümölcsöt. Kár belerakni, szerintem itt természetes ízek, ugye, az jó, nem? Igen. Az bőven elég. De azért mondom, hogyha... Meg ez nagyon nyugodtan, szimpatikus, hogy előtte való este megcsinálni, elkészíteni, betenni a hűtőbe, és reggel tényleg, amikor az ember még alig van nyitva a szemed. Igen, és akkor valami kis szépséget így rétegezve, azért úgy mégiscsak úgy leül az ember. De eltűntek itt a rétegek. Hát, mert most ilyen nagyon ott látszik. Igen, de Andi az jó lett. Andi jó lett. Andi jó lett. Látszik-e, hogy akkor a konyhába? Visszatérünk, jó, és addig készítesz nekünk egy csomó ilyen finomságot. Igen, nem tudom. Jó, köszönjük. Köszönjük.